minden nap és mindenhogyan egyre jobban, jobban és jobban vagyok. Szép vagyok, egészséges vagyok, elegáns vagyok. Minden nap napról napra jobban érzem magam a bőrömben. Napról napra jobban érzem magam bőrömben. Téged is lehet látni? Hát, nem is tudom. Nem nézek ki valami fényesen. Segítenél elhozni az ajtóig? Klárika, én nem látom magam a tükörbe. Ó, ne is mondd. Nálam meg itt vannak az unokák. Három napja már se csinálok, csak vásárolom. Teljes kiürülés. Ilyen bió, olyan bió. És persze minden horrorisztikus árba került, az anyuk szerint nem ehetnek akármit a gyereke. Na, szegény fiam. Jó, kifogta ezt a nőt? Ja. Várj egy pillanat. Gyorsan kinyitom. Gergő! Lizi! Mit csináltok? Katikám! Mit csináltok? A jó Isten áldjon meg! Szia, Kati vagyok. Tartsd. Jó. Na, itt vagyok. Igen, itt vagyok. Mondja gyorsan. Én itthonról beszélek, nem megyek ma be. Azt hiszem, beteg vagyok. Orvosnál voltál? Nem.
Akkor lemondom az ebédedet. Holnap már jössz? Hát ezt még nem tudom. Mindegy, a holnapit is lemondom. Jó. Köszi, szia. Köszi. Piroska. Katalin, bejöhet. Köszönöm. Főorvos úr, a leletek. Menj, Katalin. Nincsenek jó híreim. És én magas a koleszterin szintje, Katalin. Igen? Bizony, bizony. Ez nem jó hír, nagyon nem. Akkor ez lehet a kiváltó oka? Minek? Hát ennek a dolognak, a tükörrel. Annak? Nem hiszem. És akkor most hogyan tovább? Mi a teendő? Kevesebb zsíros étel, rendszeres mozgás, semmi dohányzás. Igen, de a tükörképpen? Hát felírhatok egy allergiaellenes gyógyszert. Úgyis annyi mindenki allergiás manapság. Egy idegi alapon. Látom, hogy szép vagyok, elegáns vagyok. Minden nap és mindenhogyan egyre jobban, jobban és jobban vagyok. Na. Tessék, itt is van még. Köszönöm. Allergiás valamire? Lehet. Nem tudom. Nem. Viszontlátásra. Viszontlátás. A könyve itt maradt. Itt hagyta a könyvét. Köszönöm. Olvasta a verseit? Még nem. Kérem a könyvem. Itt van nálam. Kölcsönadom. Legközelebb visszaadja. Köszönöm, nem. Kérem, adja ide a könyvem, szeretném elérni a trollit. A megálló az arra van. Hogy ilyenkor jár terápiára? Nincs munkahelye? De van. De mivel ide kellett jönnöm, ma nem tudtam bemenni. És te miért nem vagy iskolába? Nem járok be. Egy velem született rendellenesség miatt magántanuló vagyok. Katalin! Jó napot! Dr. Kotenc Ildikó. Látom, már megismerkedett a fiammal. Vegye le róla a kezét. Bocsássam meg, csak vicceltem, pszichológus humor. Nos, a hívása felkeltette az érdeklődésemet. Ármin említette, hogy neki is hasonló tünetei vannak? Mondta, hogy magántanuló, de nem mondta, mi miatt. Ármin, mondd el Katalinnak, mi miatt. Születésem óta nincs tükörképem. Meglepődött, ugye? Jó. Én meg ma azt hittem, hogy... Szóval akkor ez egy létező betegség. Katalin, szögezzük le, ez nem egy betegség. Hát akkor mi? Azt jelenleg még nem lehet tudni.
de betegségként definiálni a tükörképeztést már csak a tünettel rendelkezők érdekében sem szabad. Magának van gyereke? Katalin? Van gyereke? Sajnos nincs. Tudja, az anyám nem régen, igen, sokáig ápolnom kellett. Lehet, hogy ez összefügg azzal, hogy vagy az anyám elvesztése miatt ez lett valami hiány. Hogy jut az eszébe? Ez a tünet nyilvánvalóan genetikai eredetű, esetleg autoimmun, de semmiféleképpen sem lelki eredetű. Elnézést, csak hangosan gondolkodtam. Minden kutatás ezt támasztja alá. Ármin, mondd el Katalinnak, hogy minden kutatás ezt támasztja alá. Minden kutatás ezt támasztja alá, genetikai, autoimmun, blablabla. Ármin, megint szerepelsz. Ármin, hova mégy? Ármin! Köszönöm szépen. Ármin! És kifújom a levegőt. Érzem a másik mozdulatait. Ellazul a testem. A fejem búbjától egészen a lábam végéig. Azt gondolom, hogy én vagyok a másik tükörképe. Érzem a gondolatait. Érzem a mozdulatait, és pontosan úgy mozgok, ahogyan ő. Csukja be a szemét, és nyugodtan csinálja egyedül. Úgy is hatásos. Csak a légzésemre figyelek, most az egész felső testemet mozgatom, először lassan. Figyelek a szemköztülő mozdulataira, érzem a mozdulatait, pontosan utánzom. Lassan. Végre. Most kezdtünk. Gyere, ülj le. Új a hölgy, nincs párja. Tudd be te is a szemed. Jó, most már az egész felső testem mozog. Katalin, próbálja meg érezni Zoltán mozdulatait. Jó, csukja be a szemét, kezdjük azzal, nagyon jó. Kinyújtom a kezem a másik felé, szinte összeérintjük a tenyerünket, szinte hozzáér. Ez az, jó. Jó, tovább folytassuk. Nem lesünk, Katalin. Igen, érezzük a másik jelenlétét. Ez nem igaz. Hogy érezte magát? Nagyszerű emberek, nem igaz? Ne siessen már! Miért olyan mérges? Hagyjon már békén, kérem, engedjen el, szeretnék menni! Mégis mi baja velem? Mi bajom, hogy maga kérdi, hogy megfertőzött, az. Mit csináltam? Hogy amióta megláttam, azóta minden...
Mi van? Most már ez mindig így lesz. Micsoda? Mindig oda csukat, Roli? Hát, meg lehet szokni. Sőt, majd meglátod az előnyeit. Would you take a photo of me, please? Over here. Hello. Background. Yeah. Yeah. I put it across. Here's one. Are they? Okay. Great, thanks. Thank you. Yeah. Yeah. Jaj, nem. Én nem szeretem, de tényleg nem. There you go. All right. Cheers, bye. Bye. Szabad? Ja, nem tudok táncolni. Én sem. Egyszerű. Állj be a tükörképembe. Thank you.